falécezés. Új pad a pécsi Ispitalja város részben, nem mutatja a terület képviselője. Az új utcabútornak akár örülni is lehetne, de a képviselő szerint erre nem sok okuk van az itt élőknek. Ahol most vagyunk, ez a Kandó Kálmán utcai busz megálló, ennek az a sajátos és egyébként szomorú története, hogy itt az elmúlt két hétben kétszer kellett ülő alkalmatosságot padot cserélni, hiszen az eredeti itt álló padot azt megrongálták, később egy új pad került ide, amit pedig hát eltulajdonítottak a kiállítását követően, most pedig már egy ilyen régi típusú betonlábas pad található itt, hát azt reméljük, hogy ennek már nem kél lába az előttünk álló időszakban, de nagyon szomorú az, hogy tényleg ilyen helyzetek állnak elő ebben a városrészben. Barkóczi Csaba azt mondja, nem egyedi esetről van szó, egyre több rongálás történik ebben a városrészben. Ennek a történetnek az az előzménye, hogy sajnos itt a városrészben, nem most, hanem már hosszú ideje, hát a rongálás, a vandalizmus az sajnos a mindennapok részévé vált a különböző utcabútoroknak a ban való különböző típusú károkozások. Sajnos az előző 5 évben erre nem fordított kellő figyelmet az eddigi városvezetés. Ezen mindenképpen változtatni kell a képviselő szerint. Éppen ezért térfigyelő kamerákra lesz szükség Ispitalja több pontján is, amelyek alapján beazonosíthatóak, illetve megelőzhetőek ezek a típusú károkozások, amik ugyan önmagukban egy-egy esetet tekintve nem tűnnek jelentős anyagi kiadásnak, összesítve azonban azt, hogy évek vagy hónapok alatt milyen típusú kiadást és plusz munkát jelentenek a városüzemeltetésnek, azt gondolom, hogy bizony ezzel is lehetne spórolni és komoly költségeket megtakarítani Pécs számára. A képviselő azt mondja, többször jelezte, hogy meg kell oldani a közterületek védelmét. Ehhez jó megoldás lehetne a térfigyelő kamerák kihelyezése, de eddig ez nem történt meg. Barkóczi Csaba abban bízik, hogy az októberben munkába álló új közgyűlés segítségével sikerül majd megoldani a problémát.